Uraim! Hölgyeim! Tisztelt hallgatóság! Önök... bizonyára azt várták, hogy borondanak... Merci, herceg, áll majd önök előtt, de sors ezt másképp rendeltem. Bátyám, David, országlók, kötelezettségének tesz eleget a brit birodalom egy távoli pontján. Ezt még gyakorolnia kell. Hát nem lassaskán gyógyul be a sem. Parancsol! Jár! A világ legnagyszerűbb az embere. Sajnálom, de nincs recepciós. Csak kidobott pénz. Hol hagyta Mr. Johnson? Nem tudja, hogy most itt vagyok. Nem éppen ígéretes kezdés. Magát ajánlották, mint legvégső lehetőség. A férje már mindenkinél megfordult, senki nem tudott rajta segíteni. Feladta a reményt. Nem találkozott még vele. Fölöttén biztos magában. Úgy mondanám, inkább mindenkiben biztos vagyok, aki meg akar gyógyulni. A férjem természetesen meg akar gyógyulni. A pozíciója megkívánja a nyilvános szereplést, ami jelenlegi formájában szenvedés neki és a hallgatóságának egyaránt. Akkor talán állást változtathatna. Nem teheti. Kényszer munka. Így is nevezhetjük. Azt hittem, azt már betiltották. Az ő esetében nem. Most kérdezz Mrs. Johnson, kérem. Kérem meg az uracskáját, hogy ugorjon fel hozzám, és mesélje elő személyesen, hogy mi baj az életében. A felmérő beszélgetés ingyenes. Nekem nincs uracskám. Mi soha nem beszélünk másoknak a magánéletünkről, és nem szoktunk sehová se beugrani. Önnek kell eljönnie hozzánk. Sajnálom, itt én határozom meg a játékszabályokat. Esetleg kivétel tehet. Én úgy tudtam, az előjegyzés Johnson névre szól. A nagy háború alatt használtuk ezt a nevet. A haditengerészet így próbálta megakadályozni, hogy az ellenség tudomására jusson, hogy ő felsége mikor tartózkodik a fedélzeten. Ezek szerint ellenség lennék? Az lesz, ha nem engedelmeskedik. Sajnálom, akkor sincs kivétel. Most ebben az esetben csak pazaroltam az idejét. És a magamat. A felébe is. Ezt jól elbaltáztam. Kérd a vacsora! Igen. Érzem a hagymás rés finom illatát. Különös látogatom volt az előbb. Hát persze, drágám. Mindenki tudja, hogy milyen jó vagy a szakmádban. Mindenki tudja. Egy hölgy járt itt. A legmagasabb körödből. Voltam a legmagasabb körökből. Nincs nekünk arra szükségünk, jól mondom. Habár a pénz elég jól jönne, akkor talán végre haza költözhetnénk. De nem elégre belőlünk. Nem fog visszajönni. Azt mondtam az elkényeztetett kis puskának, hogy egy szabad percem sincs. Na persze gondolhatod, rendkívül csalódott volt. Azt gondolom, bár őszintén szólva nem nagyon fáj a szívem az efélékért. Murphy, meghallgatásra megyek. Szurkozz neked. Hát persze, drágám. Biztos erre megy.